Van egy honlap, amit a történelmi Apollo 11 küldetés 50. évfordulójára hoztak össze. A program tulajdonképpen egy komplex áttekintés valós időben. Igen, van egy honlap az Apollo in Real Time, azaz az Apollo valós időben, aminek linkjét megtaláljátok a leírásban. Itt valós időben nézhetitek végig az Apollo 11 misszió mind a 8 napját, az indítás kezdetétől egészen a visszaérkezésig. Most megmutatom, mit hol találsz az oldalon, és mik azok az érdekességek, amiket mindenképp érdemes megtekintened. Ez a kisokos sorozatom 50. része, amiből megint megtudhattok valami érdekeset. Szóval a honlap a következő, www.apolloinrealtime.org/11. A linket megnyitva ezzel az oldallal találkoztok, mivel az egész az 50 éves jubileumra készült, ezért két választási lehetőséget iktattak be. Az elsőnél a küldetés elején indulunk, a Now, azaz most gombbal pedig az akkor aktuálisan 50 éves múltba ugorhattunk vissza. Most válasszuk a T-1 percet. Alapvetően 4 különböző részleget látunk a honlapon, amit érdemes teljes képernyőn használni. Bal oldalon az aktuális videó fut, mivel a küldetés elejéről indultunk, a visszaszámlálás pillanatait láthatjuk pörögni. Közvetlen alatta látható, legépelt formában minden elhangzó szó. Természetesen az is látszik, hogy éppen ki beszélt. Jobb oldalon az aktuális fényképeket láthatjuk megjelenni épp akkor, amikor azok készültek. Az indítás utáni pillanatokban kicsit felgyorsulnak az események, érthető, sorozatfényképek születtek, de a rádióforgalom is másodpercről másodperce hallatszódik a küldetés során. A negyedik részleget legfelül láthatjuk, ez egy timeline, azaz idővonal. 3 sorban láthatjuk, hogy könnyebben eligazodjunk a csíkokon. Legfelül az egész küldetés a starttól a csobbanásig látható, ez a vonal tehát valamivel több mint 8 nap hosszú. Láthatjátok rá kiírva a mérföldköveket, visszaszámlálás, úton a hold felé, hold körüli pályán, a felszínen, dokkolás az űrhajóhoz, visszaút a földre, és végül a csobbanás. Mivel ezen a skálán nagyon nehéz lenne pontosan rábökni a szaftos részletekre, ezért van alatta egy másik csík, ami körülbelül 10 órát fog át. Azt a 10 órát, amit a felső idővonalon kijelöltök az egérrel. Ha például a hold felszínére viszitek a kurzort legfelül, akkor az alatta lévő több órás idővonalon már külön részletek is kivehetőek, mint szétválás, süllyedés és a landolás pillanatai. Mivel ez a középső sáv nagyjából 10 órától elállt, ezért alatta van egy még rövidebb idővonal, ami szintén a felette lévő kijelölt kisebb tartományt húzza szét. Itt lehetőség van akár a mondatok között is ugrálni az egérrel. Bal oldalon a gépelt párbeszéd ablak fölött további választási lehetőségeink vannak. A küldetés mérföldkövek gombra kattintva csak a legfontosabb lépések vannak felsorolva. A start után a fokozat leválása, a föld körüli pálya elérése, majd utána nem sokkal már a hold irányú gyújtás mérföldköve következik. Mellette a kommentár gombnál kis magyarázó jegyzeteket olvashatunk angolul. Jobbra a képek vetítő mezeje felett átválthatunk a Mission Control Audio-ra, azaz a küldetés irányító központba, ahol nem csak azt mutatják meg, hogy ki beszélt a teremben, hanem azt is, hogy ő éppen hol ült. Ha olyan idősávra kattintunk, ahol éppen nem készült videó, akkor az utolsó elkészült fényképet láthatjuk a jobb oldalon, közben pedig balra lent folytatódik a gépelt rádiózás. Ha pedig olyan helyre kattintunk, amikor mondjuk az űrhajósok éppen aludtak, akkor általában a videó szekció átáll a telemetriára, ahol láthatjuk az űrhajó aktuális távolságát, sebességét és a küldetésből eltelt időt. Izgalmas rész természetesen az űrhajósok kiszállása a holdkomból. Neil 109 óra 19 percnél, Buzz 109 óra 41 percnél lépett ki a járműből. Ilyen mérföldkő még Nixon történelmi telefonhívása 110 óra 16 perctől, vagy éppen 110 óra 23 percnél, amikor az irányítás megkéri Aldrint, hogy beszéljen kicsit közelebb a mikrofonhoz, mert rossz a vétel. Erre Aldrin azt feleli, hogy azért volt rossz a vétel, mert épp a szájába lógott a hangfelvevő. Persze érdemes megnézni 124 óra 22 perckor a felszállást a hold felszínéről, ahogy a dokkolás és a visszatérés pillanata is lenyűgözhetnek titeket.
A teljes küldetés minden egyes másodperce, minden egyes elhangzott szó a rádióban itt áll előttetek egy idővonalon. Emlékszem, amikor 2019-ben kiraktam a laptopomra, 8 napig nem csuktam be a böngészőt, és néha-néha ránéztem, hogy hol jár éppen a küldetés. Azóta két másik Apollo misszióval bővült a honlap, a link után a 11-es számot 13-ra átírva az Apollo 13 szerencsés megmenekülését izgulhatjátok végig, vagy a 17-es számot beírva az utolsó holdra szállást, az Apollo 17 mérföldköveit tekinthetitek meg ugyanígy. Szóval remélem, tudtam nektek valami újat mutatni, amivel ha csak néhány percre is le tudjátok kötni magatokat, már megérte. Persze tudom, hogy vannak még olyan fanatikusok, mint én, akik képesek mindhárom küldetést valós időben végignézni, nos ezen kitartó személyek családjaitól pedig azt hiszem elnézést kell kérnem, amiért megmutattam ezt nektek. Jöhetnek kommentbe az egyes küldetések legérdekesebb pillanatai időbélyegzővel, hogy mások is rátaláljanak a legérdekesebb pillanatokra. Jó böngészést valós időben mindenkinek! Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért.